Mi hittünk ebben, ezt szerint dolgoztunk. Jó lesz látni kiírva majd azért a kijelzőről, hogy Ferencváros Dinamo Kiev, vagy Ferencváros Barcelona, vagy Ferencváros Juventus. Úgy voltam vele, hogy kapjunk olyan ellenfelet, amire mindig emlékezni fogunk. Tehát és ezek a srácok, akik most a Fradiban pályára léphetnek, azért kezdtek el focizni, talán 6-7 évesen, hogy egyszer ilyen meccset játszhassanak, és most játszhatnak ilyen mérkőzést, és megmutathatják. És innentől kezdve ez egy örömjáték, mindenkiből fel fogunk készülni, mindenkinek neki megyünk, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Fantasztikus stadion, óriási egyszerűen, mikor pályára léptünk, egyszerűen a pálya, mint egy biliárdasztal olyan. Most így edzés végén én azt éreztem, hogy teljesen el tudtuk, ki tudtuk zárni ezt a légkört, és csak a meccsre tudtunk koncentrálni, tudjuk, hogy egy brutálisan nehéz mérkőzés lesz. Amikor már kimegyünk a pályára és belefúj a bíró a sípjába, onnantól azért én azt gondolom, hogy egyszerűbb lesz elfelejteni azt, hogy ki kell eljátszunk. Ferencváros negyed évszázad 25 év után megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája G csoportjában, hol másütt, mint Európa talán legnagyobb stadionjában, Kongó üresség és lelátók előtt az FC Barcelona otthonában, a Camp Nou-ban, Barcelonában. Jó indítás, és Tokmak kiharcolja magának. Na nem volt ez, 11-es, dehogy nem, úgy van. Rendkívül erőszakosan Tokmak beáll a védő elé, és Pikét ki is állítja a játékvezető. Haratin lövi a büntetőt. Méghozzá nagyon higgadtan a kapuba. Gólt szerez a Ferencváros, kérem szépen, a 70. percben. We played at home in Barcelona, so we know that they are play with the ball good, so we need to play counter-attack. So we had some chances, first experience to play in Champions League against this big team. So for us it's very good first step. Amit ígértek a ferencvárosiak, hogy meg akarják mutatni, hogy milyen virtus lakozik bennük, azt hiszem, hogy megtették. Legeslegeinkább Tokmak, aki egészen szenzációsan játszott, amíg a pályán volt. És ha az első félidő első felére különösen visszagondolunk, akkor nagyon-nagyon tetszetős, látványos játékkal tért vissza a Ferencváros. Próbáltunk hasonlóképpen játszani, mint tavaly az Európa Ligában az Espanyol ellen, ugye ott is sikerült azért az elején meglepni őket, és én azt gondolom, ez a mai mérkőzésen is sikerült, hogyha van egy kis szerencsénk, akkor akár ugye vezethetünk is volna 1-0-ra. Az azért nagyon bánt, hogy 5 gólt kaptunk, hiszen én azt gondolom, hogy azért nem volt benne a mérkőzésben, hiszen a kiállítás után azért elég sokat tudtuk birtokolni a labdát, próbáltuk őket nyomni és megszerezni a második találatunkat is. Sajnos tényleg olyan egyéniségek és olyan klasszisok játszanak náluk, amikkel azért nem tudtunk mit kezdeni, ezt be kell vallani. Zubkov álló helyzetből. Ez tényleg egy esély, hogy esetleg ott belekezel valaki, Tokmak, lő, gól! 2-1! Ez a másik esély, Tokmak Nguyen, aki a Bajnokok Ligájában most már nem csak 11-es, meg piros lapot harcol ki, hanem gólt is szerez. Of course, to score my first goal in the Champions League is something special. We try to be more aggressive when we press, but I think Dinamo Kiev played very good in the first half, especially when we try to press, they always come out of the press. I think that one point is fair today. Lazic, Maklő, lepattan, de lehet lőni! Lajduri, gól! Gól! És nem volt les! Kiegyenlít a Ferencváros! Boli! Még a kartonpapír szurkolók is felugranak a helyükről! 0-2-ről 2-2!
It's not only for me, it means a lot from the team as well, because all the guys that were subs, you know, they came in and showed character, and they were there, you know, and showed that we have some good characters from the bench as well. Ki gondolta volna 45 perc játék után, hogy a győzelemért távad a végén a Ferencváros, és közelebb áll a győzelemhez a mérkőzés legvégén a Ferencvárosnak a 2020-21-es Bajnokok Ligájában. Megvan az első pont a Dinamo Kijev ellen. Mindenkinek a saját legjobbját kell hozni, csapatként kell működnünk. Ez a Bajnokok Ligája, itt papíron minden csapat jóval esélyesebb, mint mi, viszont mi az előző két mérkőzésen se feltartott kézzel, most se feltartott kézzel akarunk kimenni azért, mert a Juventus, meg Cristiano Ronaldo jön. Élőben a Puskás Arénából Bajnokok Ligája mérkőzés, ebből az új létesítményből az első BL meccs. Kivédi a kapus, másodszorra nem. Megvan a becsület gól. De így mennyivel szebben néz ki, meg úgy jobb az ember érzése. Well, it's hard to concede the first goal in the first 7 minutes in the game, you know, against Juventus. Of course, they have more experience and we have to run after a goal, but we didn't have the ball, we're running a lot, so it's hard. For me, it's just learning, you know, it's good experience, yeah. Most jön a második, úgymond három mérkőzés, és szeretnénk még jobban játszani. A motivációval nincsen semmi probléma, hiszen mindenki nagyon várja már ezeket a mérkőzéseket, mindenki szeretne pályára lépni. 55 évvel a legnagyobb sikerét követően ismét Torinóba látogatott a Fradi. Tokmak elé pattanhat egy labda, és gyönyörűen szökteti magát, Tokmák bevieti a 16-oson belülre, Tokmák még kicsit kisodródik a labdával, és gól! Uzuni góljával vezet a Ferencváros, 19. perc! Na így kell ezt csinálni! For me it was the best moments in my life. I play against Juventus, we know everybody the quality of Juventus, is one of the best team in the world, and I'm so happy about the goal. I'm happy about the guys because we give all what we have, and I'm happy about the guys. I wanted to change the t-shirt with Ronaldo because he's my idol from young, and he accept and he wish me luck, and that's it. Jön a beadás középre, Dibusz, és nem hiszem el, gólt kapunk! A 92. percben gyakorlatilag 2 percen múlott az, hogy a Ferencváros szerintem az idei Bajnokok Ligája szereplésének a legnagyobb bravúrját érje. Hogyha az ember megfogja, akkor nyilván ilyenkor hős, ha simán bemegy, akkor nem szólnak egy szót se, így pedig nyilván nagyon bosszantó, hogy bele tudtam érni a labdába, bele tudtam kapni, de mégis ilyen körülmények között jutott be. Bízom benne, hogy tényleg ez a mérkőzés azért szolgál annyi pozitívummal mindenki számára, hogy ebből építkezni tudunk. I'm proud for the players. I said them after the match. They have to do proud themselves. And of course we considered goal on last minutes, but today we were really good team defensively, because it's very difficult, especially when you're playing against Juventus away. We created not less chances than Juve when we're playing away. Utolsó hazai Bajnokok Ligája mérkőzése ez a Ferencvárosnak. A csoportban az első két hely valamelyikét sem az FTC, sem pedig a Dinamo Kijev nem szerezheti meg. Like
tényleg ennyi a különbség, ennyi különbség biztos van a két csapat között. Egy csúcsformában nagyon élesen játszó Ferencváros jobban megszorongathatta volna a Barcelonát, ez nyilvánvaló. Az első évben most itt a BL-ben mindenki megtette, ami tőle telt, azért csak a Barcelonáról beszélünk, és már egy világklasszi csapat. Ezt bizonyította most is. Живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Hála Istennek azért futás közben nem érezzük ezt a nagyon ideget. Nyilván számítottunk rá, tudtuk, hogy milyen idő lesz itt. Ferencváros számára az ősz legfontosabb találkozója következik, hiszen most a tét az, hogy ebből a csoportból harmadikként kvalifikáljon az együttes az Európa Liga folytatása és ezzel a kupatavaszra. Deppena bekanyarítja középre, ott a fejes vezet a Kijev. A semmiből megszerzi a vezetést a Dinamo Kijev. Volt a BL-ben a Fradi, és megmutatta magát Európának ezen a szinten is, és meg kell próbálni jövőre is. Én úgy gondolom, hogy majd amikor vége lesz az utolsó mérkőzésnek is idén, utána fog úgymond mindenkibe tudatosulni, hogy milyen is volt ez az ősz, milyen mérkőzéseket játszottunk, milyen csapatok ellen, mekkora örömet szereztünk ugye a szurkolóinak, a klubnak, saját magunknak. Please clap your hand. This event has to be with supporters. Of course, we tried to do our best for them, but unfortunately, we played without them. And of course, these matches, these memorable matches, is without supporters, is not that much feelings for the players and for everybody. For me, it's most important was players to be mentally ready to play against them. I think that's very good experience for the players, and I'm sure for the next years our players will be stronger as a team and as individuals. Players think like Messi and Ronaldo is something from the other world, but now they played against them, and I think with some sequence even I show for the players, with some sequence you even were better than these players, but this is the best players in the world. They have to not only explain for their kids that some played against Messi or Ronaldo, they have to use this experience for the future in the matches and be more confident in Hungarian League, and I hope for the future in, you know, European compares. My feeling is that after Champions League game, they were very concentrated on the league game because they wished it to play next match in the Champions League. And they understand if they will not work maximal in league games, maybe they will not play. I explained to the players, you have to change your mind because like we are playing against team in Champions League, here is in the league, the team is the same playing against us. We have to spend more than 90% in positional attack and we have to change our mind. Szerzés, Civic, óriási gól! Civic ballal! I see Andre's injury. I think I must go to right back, but I played before one game right back in Fradi, but for me no problem. I must go to play to help the team. It's good. Elteltével a Ferencváros bomba formában lévő játékosa Tokmák ott folytatja, ahol abba hagyta. Így lett jó a labda, Heister beteszi középre, Tokmák második gólja. Ez egy hiba, és ebből Mester 3-as lesz? Igen. Egészen elképesztő, hogy Tokmak Nguyen milyen formában van. I enjoy to play here and I hope everybody can see it. So we just need to continue like this. I never scored 3 goals in my career, so I'm very happy. Iszael révén egy gól is lehet, ott is van.
Tokmak jó indítása után a 43. percben Iszael elegánsan átpörgeti a kapucs fölött a labdát. Uzuni be középre, Iszael 2-1. Iszael második gólja. Like coach say, every game has to think about like a Champions League game because we must win the everybody want to win the league for be the next season Champions League game. Iszael, gól! Héten kerül sor a derbire, amikor a hét mérkőzése a Ferencváros számára nem az Újpest elleni mérkőzés, ugye, hanem a 25 év utáni visszatérés a BL-re a Barcelona ellen. Mac, ott a helyzet, Szomália! Meseszép kapáslövés, 2-0! For me it's so special because they also against derby and they have a lot of fans and I think it take a long time I don't score. So I'm so happy to help the team. Jön az idei szezon első szuperrangadója, Molfehérvár-Ferencváros mérkőzés. Márká, az beível, és ott a fejes gól! Szomália góljával megszerzi a vezetést a Ferencváros. Az első valamire való vendég lehetőség góllal végződik. Boli csúsztatna, lövőhelyzet, és egy óriási gólt lő Heister. Today I speak with my wife and I say today, remember I will score today and that's why I'm so happy, but of course we have the three points and this is more important. Heister, Baturina, lövés, gól! Hát ez gyorsan ment, Baturina beállt, és meghálálja a bizalmat, köszöni Heisternek a jó labdát. Jó beadás, Baturina, ott a Fradi vezető gólja. Már a 6. percben előnyben a Ferencváros. Koko Baturina múlt héten szerezte meg az első NB1-es gólját, itt a második. Zubkov, jó labda, Baturina helyzetben, Baturina 2-0. It came to me at the moment, I trained gymnastics for many years before when I was younger, so now it came to me, we will see in the future how we'll celebrate. Iszael, Pósárvéd, Lovrencsics, gól! Felfele nehéz menni, nagyon nehéz felfele törni, viszont lefele nagyon könnyű leesni. Úgyhogy ha nem vagyunk csapat, akkor könnyen hát bokán rúghatjuk saját magunkat, és ez az, amit nem szabad hagyni. Ugyanúgy keményen kell dolgozunk, mint ahogy eddig, és akkor ez a csapat még nagyobb sikereket tud majd elérni. Jusson el mindenkinek az a fejébe tényleg, hogy mit is értünk el ebbe a 2020-as évben. Innen folytatjuk. Segi 9, Enmirto 10. Uzuni emel, Blazsics csúsztat, és kapufa majd csontos góljával 2-0. Soroksáron voltam, ugye már ott edzettem, játszottam két edzőmeccset, és úgy volt, hogy ma is ott edzek a fiúkkal, de tegnap, amikor átöltöztem a edzésre, akkor szóltak, hogy mégis jöjjek vissza az első csapathoz, hiszen kellek ide. Izgultam egy picit, hiszen tényleg nem volt még NB1-es meccsem ebben a szezonban, de valahogy én is éreztem, hogy hát most eljön az én pillanatom, és hát hál' Istennek így lett, úgyhogy örülök neki, hogy ezt egy góllal sikerült meghálálnom. Uzuni középre, és még Vécsei lőhet, megpattan, ez is gól! Nagyon kellett ez a gól, hiszen szeretnék minél többet a pályán lenni, és minél hasznosabban ellátni a szerepemet. Ma ez nagyon jól sikerült. Igazolja jó formáját, mert zsinórban 5. mérkőzésén szerez most már gólt. A tény az, hogy a Ferencváros az Újpestnél 4, a Fehérvárnál 2 góllal jobb, a mezőnynél pillanatnyilag 16 ponttal, és ez önmagáért beszél. Yeah!
what was I know it. We need to win that game. Of course, we did the second with fallen us, but I'm happy about the win. Of course, I know it. We need to go in Champions League for history, and of course, we need the championship to play. And that was a project of the club. They showed to me, and of course, I need to make my best. And of course, I came here. Uzuni, goal! We are family and we play for each other and we help each other. It doesn't matter if I score or I don't score. Erővel! Jó a fejes gól! Frank Boli góljával megszerzi a vezetést a Ferencváros. Boli. Jó csellel, Boli. És begurítja Boli. I try to be at the right position, you know, to get the ball and try to finish and try to score some goals, you know, this is my job. Yeah. The football is not only about the points. Of course, this is important to be first, but we're all humans, they always want to be better. And I'm sure the players, when they come in for the pitch, they want to be better than the opponents. If we will make one mistake, it's very easy to go down. And I'm glad and I see the players, they wish to improve. And every day, every session, they are improving. And I hope it will continue until the end of the season. Micsoda gól! Sigér! Egyből a családom jutott eszembe, a kisfiam, a feleségem, hogy mióta megszületett, még nem sikerült gólt rúgnom, meg ugye a bajnokságban és ebbe a kiírásban még nem sikerült bajnoki gólt elérnem. Természetesen Áronnak, a kisfiamnak ajánlom ezt a gólt. A beadás Uzuni, és ez már gól! Lovrencsics. És még Tokmák, megpattan gól! Uzuni belövi, 3-0. Come on! Megcsináltuk végig! Megcsináltuk! You make it happen today, we could make it later, but I know how hard you work all season. Yeah, you make this not in the end, but very important, now I see the team. Of course, we are doing some mistakes. For me, last match, that was everybody analyze of you, that was your mistake. And today, you were most very hard. Hi, congratulations, good luck, please, good celebration today, okay? How many days off you need? 2, 3! I am Aysel Edouni. Today I am a journalist. First interview, Koki. You put magnificent goal. We win. We win the derby and we are champions. Please, one. Hey, everyone know today is his first championship. He win first title. Congrats, amazing season, my friend. Thank you, bro. Happy. Yes. Please. Okay. How much cheater you have? How much? Title you have, title. How much? Title, okay, title, of course. Yeah. 3 in row. Oh, how much? 3. 3, yeah. I am absolutely happy with your performances, so it's a great story. To win the third title, I am really proud of the team. So, thank you very much. Thank you very much. Szerintem azért dolgozunk, hogy ezeket meg kell élni, és meg kell ünnepelni, mert tényleg nagyon sok munka van ebben, hogy ezeket elérjük. Jó a csapat, nagyon jó szerintem a háttér is, akik dolgoznak a csapatért, úgyhogy ez csak így jöhet össze. Ugyanúgy, mint ahogy minden mérkőzés, minden napot meg kell élni, ezeket is meg kell élni, hogyha sikerült elérni valamit, megdolgoztál érte, akkor régen is ünnepel meg, én azt mondom. Hajrá, Fradi! Szeretném a Czakó Péternek megköszönni az egész éves, sőt a 3 éves munkát, mivel én csak azóta érkeztem, azóta vagyok itt. Annyit dolgozik mindig, ő már hétfőn, szombaton van meccs, ő már hétfőn, érted? Azon van, és azon gondolkozik, hogy rakja össze már hétvégére a mezeket, ki játszik, ki nem játszik, a stoplistok legyenek rendben, neki ezt a stoplist kell vinni, neki ezt, ez a happy-e, az a happy-e, mindent tud. Az alsó nadrágokat szám nélkül megismeri, hogy még kié. Óriási, nem hiszitek el, mennyit dolgozik. És ez a végzete az ilyen emberekkel a háttérben. Jó a csapat.
mint ő például. Csapat. Köszönjük szépen. Csapat. Köszönjük szépen. Az Anti? Hát technikai vezetőnek mondanám, de amúgy nem. De nem. Ő mindenes. Tehát olyanokat csinál, most csak azért nem akarom elmondani, mert lehet, hogy hülyének nézitek, hogy mi mindent elvégez a csapatért, a bárkiért, aki a Fradinál van. Bárkiért. Mindent megtesz, úgyhogy szeretném megköszönni neki is. Köszönöm. Kökény Anton! Gondolom, hogy megérdemelten tartunk ott, ahol vagyunk jelenleg.